vöröshagyma megpárolva, megpürítva, olajom, szilárd, illetve utána én bele szoktam rakni a paprikát, paradicsomot, ami ugye alapvető egy lecsós alapot ad az egésznek, utána arra ráteszem a húst, megpirítom, visszapirítom, ráteszem a fűszereket, sóbors, köménymag, amit kíván esetleg. Kovács Miklós szakács a gulyásleves készítés fortéjaiba avatta be stábunkat. A csiplek kalocsa paprika piknik második napja az érsekkertben ugyanis egy főzéssel indult. A készülő ételekben egy volt a közös, a kalocsai őrölt paprika. Az íz. Az emberek többsége kiválónak minősítette a színes programkínálatot, a hangulatot, a helyszínt és az időjárás is kegyes volt a szervezőkhöz. Nagyszerűnek tartjuk, és örülünk neki, hogy van ilyen kalocsán. Sajnálom, hogy nem többen jöttek, mert szerintem ilyen, hogy ingyen van, a műsor ingyen van, az ebédet prezentálja az önkormányzat, tehát több lehetőséget kellett volna talán teremteni arra, hogy mindenki megtudja. Többen családdal érkeztek a paprika piknikre, és a zenés-táncos produkciókat várták a legjobban. Talán az esti koncerteket és az esti Magyar Néptánc Együttesnek a bemutatója. Font Sándor országgyűlési képviselő is kivette részét a főzésből. Ő egy borjú paprikást készített a háromnapos kalocsai piknik második napján. A pörkölt 25 kiló húsból készült. Ez adományként gyűlik össze az itt befizetett összeg, és majd a város lakói egy közösségi média felületen fogják megszavazni, hogy ki legyen a kedvezményezettje az így összegyűjtött pénznek. Én nagyon drukkolok, hogy minél többen éljenek egyben az adományozás lehetőségével, és persze, hát kóstolják meg, hogy mi készült. Zsikó Zoltán, a szervező Kalocsai Innovációs Központ ügyvezetője elmondta, hogy az érsekkertben egy időben két színpadon is zajlanak a kulturális események. Van itt egy szabadtéri nagy színpad, egy nagy 960 fős lelátóval, és van mellettünk egy kert színpad, ami otthont ad jobbnál jobb fellépőknek. Nagyon örülök annak, hogy a Nemzeti Táncszínház szalonna bandája, és még nagyon sokan fel fognak itt lépni ezen a hétvégén, és tényleg azt gondolom, hogy minőségi programokkal tudtunk készülni. Polgármester úrnak ez egy nagyon komoly elvárása és komoly ígérete is volt a kalocsai lakosság irányába, hogy ő nagyon szeretné azt, hogyha minőségi és komoly produkciók jönnének ide ebbe a városba. Nos, azt gondolom, hogy ennek a követelménynek eleget tudtunk tenni. Kalocsának minden adottsága megvan ahhoz, nem csak a fesztivál életben egyébként, hanem úgy általánosságban is ez elmondható, hogy habár egy kis település, de mégis azt gondolom, hogy olyan különlegességek vannak ebben a városban. Ugye gondoljunk csak bele, hogy 1000 éves múltja van Kalocsának, érseki város Kalocsa. De itt több hungarikum is helyet kap ebben a városban. Például gondoljunk csak a paprikára. Ugye, ha a gulyásról, vagy a pörköltről, vagy a paprikás ételekről beszélünk, úgy általában, akkor mindenki azt gondolom, hogy Magyarországra fókuszál. Viszont ha a paprikáról beszélünk, akkor mindenki Kalocsára fókuszál. Tehát tényleg minden adottsága megvan a településnek ahhoz, hogy kitűzzük magunk elé reálisan azt a célt, hogy ez a rendezvény, ez Magyarország 5 legnagyobb gasztronómiai fesztiváljai között kapjon majd a jövőben helyet. Ugye itt, ha megépül a Kalocsát-Paksotok összekötő Dunahíd, akkor azt gondolom, hogy egyébként is nekünk együtt kell gondolkodnunk, már csak a paksi beruházásokkal kapcsolatban is. Paksnak az egyik legfontosabb stratégiai partnere egyébként Kalocsa. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen jó, hogyha együtt gondolkodunk Szekszárddal, Dunaföldvárral, Pakssal, Tamásival, Kalocsával erről az oldalról, és azt gondolom, hogy nyilván itt a Gemenci erdő szomszédságát, vagy a Dunát, amely összeköt minket, én azt gondolom, hogy ezeket tényleg lehetőségként kell megélni, nem pedig elválasztó tényezőként kell megélni, úgyhogy mi azért dolgozunk alapvetően, hogy térségbe tudjunk gondolkodni, térségfejlesztésbe tudjunk gondolkodni, és jó partneri kapcsolatokat tudjunk kialakítani a szomszédos településekkel. Ezért is lett egyébként az, hogy eredetileg a Paprika Fesztivál az a szeptember 3. hétvégéjén került megrendezése korábban. De mi azt gondoljuk, hogy a Szekszárdi Szüreti Fesztivál mellett, ami egyébként a 3. hétvégén van hagyományosan, legyen a 2. hétvégén a Kalocsai Paprika Fesztivál, hiszen akkor
mind a kalocsaiak is jól tudják majd magukat, illetve a Bács-Kiskun megyeiek is, ahogy korábban is jól érezték magukat a szekszárdi rendezvényeken, most is jól fogják tudni, és bízom benne, hogy a Tolna megyeiek is majd át fognak jönni, vagy akár a Szent László hídon, vagy pedig majd a hamarosan 2024-ben átadásra kerülő Paksot kalocsát összekötő Dunahídon. Úgyhogy azt gondolom, hogy szépen be lesz ez a térség csatolva egyébként Tolna megyéhez, ha úgy tetszik. Érdemes együtt gondolkozzunk közösen, hiszen azt gondolom, hogyha közösen összefogunk ilyen tekintetben, akkor ez mind a térségnek a javát fogja szolgálni. Ugye a jogszabályoknak eleget kell tegyünk, és most jelenleg ezek a rendezvények, ezek az 500 fő feletti rendezvények, ezek védettségi igazolvánnyal látogathatóak. Ennek az elvárásnak nekünk is eleget kell tenni, de tényleg azt gondolom, hogy a biztonság és az egészség és az emberi életnek a védelme a legfontosabb. Tehát most, ha egy ilyen rendkívüli helyzetben így tudunk eseményeket szervezni, ezeknek a szabályoknak kell megfeleljünk. Bízom benne, hogy olyan stádiumba jár majd egyszer az életünk újra, hogy tudjunk nagy tömeges rendezvényeket szervezni. Félvig Géza kalocsa polgármestere elmondta, a fő céljuk az, hogy a Kalocsai Paprika Fesztivál bekerüljön Magyarország 5 legnagyobb gasztrofesztiválja közé. Szórakoztató programjaink vannak, délelőtt gyerekprogram volt itt a pikniken, úgyhogy csodálatos jó idő, azt gondolom, hogy mindenki egy szép elfoglaltságot, egy szép szabadidős tevékenységet tud itt eltölteni védettségi kártyával. Este halottpénzkoncertre készülünk, az kint van a repülőtéren, azt a Dani helyszínen volt csak lehetőségünk megszervezni, úgyhogy egy nagy bulira is készülünk, ahogy ígértük, minőségi szórakozást a kalocsai embereknek, ezt a lehetőségét megadjuk ezzel a mostani programmal úgy, hogy a két hungarikumunkra előtt is tisztelgünk, mind a fűszérpaprika, mind a népviselet előtt, mind a kettő nagyon jelentősen megjelenik itt a pikniken, hagyományt is őrzünk, szórakozunk, jó beszélgetéseket folytatunk, úgyhogy azt gondolom, hogy egy tartalmas, kikapcsolódós, jó hétvégét tudunk ebben a szép időben itt Kalocsán az érsekkelben eltölteni.